Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép ünnepen. Ha azt mondom, hogy jubileum, mi jut eszükbe erről a szóról? Nyilván az öröm és az ünnep, mert hogy valóban a jubileum ezt jelképezi. Az ünnepek pedig azt gondolom, hogy valamennyiünk lelki életét erősítik, és mindannyiunk számára élményt jelentenek. Ma kettős jubileumot ünnepelünk. 1981-től emlékezünk a Rokkantak napján azokra a sérült emberekre, akiknek a méltó élethez és körülményekhez való jogát a magyar állam biztosítja. 35 éve ünnepeljük szeptemberben a Rokkantak napját, és miután a török szentmiklósi mozgássérültek csoportja is ekkor alakult, így most ők is a 35 éves jubileumokat élik át. 20 évvel ezelőtt pedig a Kapocsa mozgássérültek segítésére alapítvány is létrejött, és segíti a csoport és a kistérség munkáját. Sok-sok meghívót küldtünk ki, volt, aki megköszönte a figyelmességet, gratulált a csoportnak, de írásban jelezte, hogy nem tud személyesen jelen lenni és önökkel együtt, velünk együtt ünnepelni. Néhány nevet említenék, aki nincs most közöttünk, de gratulált levélben. Nász Margit, Engel Edit, Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, Kocsis Erzsébet, a gimnázium igazgatója, Ulvicki Ferencné a Gyógycipő Kft-től, Bordásné Ignác Ildikó a Tiszti Orvosi Szolgálattól, Ignác Be a Humanitas Újságtól, Kovács Ágnes a MEOSZ elnöke, a Civilház szintén egy írásbeli gratulációt küldött, és Boldog István országgyűlési képviselő is jelezte, hogy nem tud a mai napon itt lenni, de gratulál mindannyiuknak. Akik viszont elfogadták a meghívást és jelen vannak, azok közül engedjék meg, hogy külön köszöntsem Markót Imrét, városunk polgármesterét. Fejér Ilona, önkormányzati képviselő, bizottsági elnökasszonyt. És engedjék meg, hogy így elsőként a háziasszonynak, a MEOSZ csoport vezetőjének, a Kapocsa Mozgássérültek Segítésére Alapítvány elnökének, Ladányi Istvánnénak adjam át a szót. Kedves vendégeink, kedves sorstársak! Isten hozta a kedves minnyájukat Törökszent Miklós városába, és ebbe a nagyon szép, impozáns művelődési központba. Én Ladányi Istvánné vagyok, a helyi mozgássérült csoport vezetője, és a Kapocsa Mozgássérültek Segítésére Alapítvány kuratóriumi elnöke. Köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásunkat, hogy együtt emlékezzünk a 35 és 20 évre. Nagy-nagy tisztelet azoknak a sorstársaknak, akik saját állapotuk mellett felvállalják sorstársi közösségek összefogását mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Reméljük, hogy az esélyegyenlőség nem csak megfogalmazott cél, hanem megvalósuló cselekedet lesz. Köszönöm önkormányzatunknak, támogatóinknak, a Művelődési Ház munkatársainak, önkéntes segítőinknek, hogy ez a mai jubileumi rendezvény megvalósult. És családomnak is természetesen, hogy elviseli a sok-sok távol létemet. Teréz anya üzenetével zárnám, oszd szét szereteted bárhová mész, legfőképpen a saját házadban. Ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék tőled, mint ahogy jött. Légy Isten jóságának élő kifejeződése, jóság ragyogjon a szemeidben, mosolyodban, meleg üdvözlő szavaidban. És emlékezzünk meg azokról, akik már nem lehetnek meg itt közöttünk. Nagyon sokan elmentek a 35 és 20 év alatt. Emlékezzünk most rájuk egy perces néma fölállással. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen Ladányiné Katika kedves szavait és megemlékezését. A rendezvényünk fővédnöke Markót Imre polgármester úr, én tisztelettel megkérem, hogy szóljon most néhány szót a jelenlévőkhöz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek,
Nagy szeretettel köszöntöm én is Önöket fővédnökként és Törökszent Miklós polgármestereként ezen a mai jubileumi napon. Mind a 35, mind pedig azon belül a 20 esztendő, az egy nagyon kitüntetett időpont, és amikor ilyen jeles napok szoktak lenni, akkor mindig egy olyan hasonlattal szoktam élni, és most is ugyancsak el fogom mondani, hogy az ember életében is egy-egy 20 esztendő, vagy egy-egy 35 esztendő, az egy olyan jelentős idő, hiszen ennyi idő alatt mindenki változások mennek végbe, akár egy csöpnyi gyermekből 20 esztendős korára egy meglett fiatalember tud lenni, vagy egy nagyon szép fiatal hölgy. Így egy egyesület vagy egy alapítvány életében is a 20 esztendő, az már egy jelentős idő, hiszen a sok-sok küzdelmen túl van, sok-sok eredményt fel tud mutatni. Szeretnék egy gondolatot, egy Albert Schweitzer idézetet most felolvasni, amit a Kapocs Alapítvány honlapján találtam. Ez pedig így hangzik. Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán kitüntető érzést, hogy megtetted. Ezt találtam a honlapjukon, és ez az egyik akciójukhoz kötődik, hiszen a Kapocs Alapítvány túl azon, hogy a sorstársaikat egybefogja és a sorstársaikért küzd, ezentúl másokat is fölkarol. Ilyen visszatérő, rendszeres esemény náluk a karácsonyi adománygyűjtés, és a tavalyi karácsonyi adománygyűjtő felhívásuknak volt ez az idézete. Tehát akkor, amikor egy alapítvány vagy egy egyesület nem csak a saját tagjaira gondol, hanem még túl azon más elesett embereket is föl tud karolni, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép dolog és követendő példa. Itt Törökszent Miklóson a Kapocs Alapítvány a sorstársaikért mindent el szokott követni, különböző rendezvényeket szervez, és tudom, hogy az egyéni, tehát az egyén tagjaira is odafigyel, és ha bárkinek problémája van, akkor a érdekérvényesítő képességével élve igyekszik eljárni. Az alapítvány motorja Ladányiné Katika, aki nagyon sokat tesz az egyesület életében és az alapítvány életében is, de én azt gondolom, hogy Törökszent Miklós közéletének is az egyik kulcsfigurája. Én a továbbiakhoz mind az egyesületnek, mind pedig az alapítványnak nagyon sok sikert kívánok, és kívánom, hogy Katika, mint vezető, még nagyon sok éven keresztül tudja irányítani Önöket, tudja irányítani ezt a csoportot, és tudjon Törökszent Miklós közéletéért nagyon sokat tenni. Köszönöm szépen, és ezt a kis ajándékcsomagot szeretném átadni. Szépen, és számítunk a polgármesteri hivatal, illetve hát a polgármesteri hivatal segítésére, önkormányzatunk támogatására, inkább így mondanám. És akkor mi, mozgássérültek, most ugye október 22-ére invitálnak bennünket az önkormányzat részéről, de bármikor, ha kell, akkor szólnak, és amit mi tudunk, bicebócán segítünk. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a Kapocs Alapítvány jubileumi rendezvényének résztvevőit, szervezőit, meghívott vendégeit. Engedjék meg, hogy a NEOSZ tiszteletbeli elnökének, dr. Hegedűs Lajosnak gondolataival köszöntsem Önöket. Nekünk, akinek az élet, a sors sok testi gyengeséget, fájdalmat, erőtlenséget adott, talán adott valami mást is. Talán többet tanultunk a kitartásból, a hitből, a szeretetből, az egymás iránti megbecsülés tudományából, mint sokan mások. Ez az önzetlen segítő munka, amely az alapítvány célja, a mozgáskorlátozott emberek életének segítése, a társadalomban való elfogadottságuk erősítése. Nekem is több személyes tapasztalatom van a mozgáskorlátozott emberek életének, hiszen egykor édesapám által
Most pedig a munkám révén is napi kapcsolatban állok megváltozott munkaképességű emberekkel. Az egészséges ember számára szinte elképzelhetetlen, hogy milyen megpróbáltatásokkal teli élete lehet egy mozgáskorlátozott embernek. De ők talán betegségük okán megtanulták azt, hogy mennyire fontos, hogy egészségüket megőrizzék. Az alapítvány ebben is segíti sorstársaikat, hiszen számos szakmai előadást szerveznek, továbbképzéseket, szűrővizsgálatokat. De ezen túl hatalmas segítség az is, hogy segítenek sorstársaiknak a különböző támogatásoknak az igénylésében, hiszen az ügyintézések, a bürokrácia útvesztőjében nem könnyű eligazodnunk. A gyakorlati segítségeken túl pedig megerősítést jelent a lelki megerősítés, hogy egy közösséghez tartozhatnak. Az alapítvány együttműködik hasonló szervezetekkel, akik hasonló célokért dolgoznak. Egy városnak, az önkormányzatnak mindig nagy felelőssége, hogy az ilyen civil szervezeteket támogassa, segítse. És én is szeretném kiemelni Ladányiné Katika személyiségét, hiszen elengedhetetlen egy szervezet sikeres működéséhez egy olyan ember, aki fáradhatatlanul, kitartó, áldozatos munkájával dolgozik sorstársaikért. Ezt ezúton is szeretném neki megköszönni, és hozzá hasonlóan Teréz anya gondolataival szeretném zárni a köszöntőt, mely így hangzik. Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel. Ilyen nagy szeretettel hoztam én önöknek egy kis ajándékot, hiszen már számos rendezvényükön megtapasztalhattam, hogy önök nagyon életvidám emberek. Szeretnek énekelni, szeretnek táncolni. Ezért kérem, hogy fogadják szeretettel apró kis ajándékomat, mégpedig a kisfiam és a keresztfiam citera muzsikáját. Fogadják őket szeretettel. Köszönöm szépen!
Én úgy gondolom, hogy egészséges embereknek sem egyszerű felkészülni egy-egy produkcióval valamilyen rendezvényre, és különösen nem lehet egyszerű egy olyan embernek, aki kerekes székhez kötött. Katona Piroska mindig meglep bennünket valami csodálatosan szép verssel. Most is készült egy verssel, nem árulom el, hogy mivel, majd ő elmondja. Úgyhogy fogadják őt nagyon sok szeretettel. Fodderka János, gondolatok, érdemet lépnek szónak, gondolatnak, érdemet adni a néma volt anyagnak. Hitanyag vagyunk mi is, így a gondolat teremt emberi bennünket, vagy ember állatokká. Nem igaz, hogy nincs él, de megtalálni az utat egyedül iszonyú nehéz. Mindenki maga átjója keresztjét, melynél károdik, vagy üzve üdvözül. Egyedül vagyunk, vegyetek körül, ti is épek, többiek, embernek születünk, lehetünk emberek. Két jubileumot ünneplünk, 35 év és egy 20 évről van szó, hogy hogyan is telt el, mit sikerült megvalósítani, illetve az együttlétek során biztosítani egymásnak, a tagságnak. Hogyan kapcsolódott be ebbe a munkába tulajdonképpen 20 évvel ezelőtt maga a Kapocsa Mozgássérültek Segítésére Alapítvány. A következő összeállításból azt gondolom, hogy felvillannak majd ezek az időszakok, és választ is kaphatunk ezekre a kérdésekre. Fogadják nagyon sok szeretettel a T1 TV által összeállított kis filmet a mozgássérültek csoportjának életéből és a Kapocsa Mozgássérültek Segítésére Alapítvány életéből. Thank you.
határon áll, feküdt betegen egy szürke hajú kislány. Kislányhoz egyszer egy látogató jött, aki egy festményt hozott magával a karján. Elmondta a kislánynak, hogy ezt a képet ő festette régen. Festett még sokat, mégis ez a legkedvesebb, és ezért ezt az egyet bármi is kérte tőle, sosem adta el, pénzzel nem tudta ezt megfizetni senki. Míg hallott egy barátjától, egy szomorú kislányról, elhozta a festményt, az árat csak egy mosoly. A kislány erre csendre szóba így válaszolt: nagyon köszönöm a képecs, az, hogy így kedves volt, de a festményét áll, küzdelemet az én számomra nem sokáig jelent már, az idő lassan lejár, mert mióta sorsom így az ágyamhoz köt, csak a festke fészket figyelem az ablakon előtt, s mikor elszállnak a festkék, a hajnal több én sose látom. Sajnálta, hogy műve ennyit ér, elmes elvitte a csodálatos festény. Csak arra gondolt, vajon mit tegyen, hogy a fecske bár még télen is ott lénye a fészkény. A kislány elfeledte gyorsan őt, s nézte az ablakon át. Repült messze délre minden vándormadár. Bárhol jártak, mint a fecskék, de az a kettő itthon maradt, őrizni a fészkét, s a kislány van a remény, és egyre jobban hitte, el sem szállnak talán. Lassan meggyógyult, és egy napon már lábra is áll, és az első rövid útján, ott lent a magas utcán, a fecske fészkét nézte meg, a szemben lévő házban, és akkor jött csak rá, hogy festve van a fecske most, ég veled, úgy már többé nem lett, ahogy régen volt, ahogy régen volt. Ez a föld itt lakható, itt a nap mindig ragyog, de menni kell, hát elmegyünk, ma vigyázz ránk a hold. Egyszer volt, ahogy nem volt, egyszer lesz, ahogy nem lesz. Meleg szívedtől, én hideg szívedhez, meg ne rémülj, kedves most, fák közül a szél vagyok. Megsimít a csak, és mindent úgy hagyom.
és mindent úgy hagyok. Nagyon köszönöm a szót Katikának, meg azt is, hogy meghívott bennünket erre a rendezvényre. Én nem sokat szeretnék beszélni, csak annyit szeretnék elmondani, hogy Katikával a kapcsolatunk már nagyon régóta tart. Talán az első Ne add fel napokra kezdtünk el készülni együtt, és igen jó kapcsolatot ápol tulajdonképpen, tehát ez két intézmény egymás között. Sokat segítünk egymásnak, ők nekünk, mi pedig próbáljuk visszasegíteni azt, amit ők segítenek nekünk. Úgyhogy most is nagyon szívesen jöttünk, és nagyon szívesen készültünk erre a rendezvényre. A Katika kérésére a festők és a fecskéket hoztuk el, és reméljük, hogy mindenkinek loptunk egy kis szeretetet, egy kis örömet a szívébe. Nagyon jó ünneplést kívánok továbbra is!
Szeretném gratulálni a jubiláláshoz az Ezer Jó Szent Miklós Néptánc Együttes nevébe, illetve a Ezer Jó Művészeti Egyesület nevébe, hiszen tényleg nagyon régi a kapcsolatunk. Mi ugyan 2013-ban alakultunk ilyen formába, és hát bízunk benne, hogy legalább mi is egy ilyen szép kort meg fogunk élni, és ha most egy kicsit itt számolgatunk, akkor mi már számolgatunk, hiszen 2018-ban lesz majd az együttes 5 éves, és igazániból szeretném itt az első alkalmat megragadni, hiszen majd szeretnénk a jubilálásra mindenképp meghívni Önöket. Úgyhogy majd 2018-ban, majd ha meg lesz a pontos időpont, mert már ezt tervezgetjük, akkor majd mindenképp szólni fogunk is. Úgyhogy elsőnként szeretnénk majd Önöket meghívni, és hát gratulálni szeretnénk itt a együttes nevébe, illetve egy emléklapot is szeretnék átadni. Sok szeretettel! És köszönjük szépen a meghívást, reméljük tetszett a kis előadásunk. Szeretnénk átadni a kis ajándékunkat, és köszönjük, hogy vagy nekünk. Köszönöm szépen. Valóban egy hosszú kapcsolat van a MEOSZ csoporttal a részemről, hiszen annak idején, amikor egy ipói, akkor még nem is tudom, hogy is, milyen utca volt ez. Szóval az, ami összeköti a patikát a katolikus templommal. Ott volt egy régi-régi iskola épület, és hát ebben az iskola épületben alsó tagozat működött Hajdanában, és itt tartotta a csoport a foglalkozásait. Vannak itt olyanok, akik még emlékeznek erre. Hát röpke 20 esztendővel ezelőtt történt ez körülbelül, de lehet, hogy csak 18. És én 96-tól 2006-ig voltam a Petőfi iskolának az igazgatója, és akkor ezt mondtam Katikának, hogy Katika, hát gyertek át, olyan szép ebédlőnk van, jól fogjátok magatokat érezni a mi ebédlőnkben, és szót fogadtak, elfogadták a meghívást, és hosszú időn keresztül ott tartották a foglalkozásokat. Volt ennek az iskola számára egy nagyon nagy haszna. A gyerekek is látták a másságot, és a másság elfogadására nevelünk. És ha ez így történik, hogy oda mentek, jaj, mi történt a bácsival, vagy a nénivel, miért van ebben a tolószékben, vagy hogy hívják ezt az eszközt, amit tetszik használni, mi történt? Olyan aranyosan elbeszélgettek, és utána el is mondták az élményeiket, hogy mit tapasztaltak, hogyan beszéltek azzal a bácsival, vagy nénivel. Tehát ez a kapcsolat, ez nem egy egyoldalú kapcsolat volt, hanem kölcsönös, és ezt is megköszönöm most ezennel Katikának és a csoportnak is. Köszönöm szépen!
Jósanyja